A mai frakcióülésünk fő témája a gazdaság újraindítása. A járvány utáni időszak kiemelt feladataként tekintünk erre. Az önök előtt ismert, hogy kedden fogadta el a parlament a következő évi költségvetést, ez az újraindítás költségvetése, és az ezzel kapcsolatos feladatok megtárgyalása részben megtörtént, részben még előttünk van. Szintén a hagyományoknak megfelelően a miniszterelnök úr politikai tájékoztatójával indult a frakcióülés tegnap este. Emellett meghallgattuk Kásler miniszterurat és Pintér miniszterurat. A mögöttünk hagyott időszak a sikeres járvány elleni védekezés beszámolójáról, illetve értékelésével kapcsolatban. Illetve meghallgattuk Novák Katalint a társadalmi élet újraindításáért, illetve Szijjártó Pétert a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzs vezetőjét. Világosan látszik, hogy ez inkább már a jövőbe tekintő feladatokat meghatározó előadás volt, mind a kettőjüké, vagy előadás. A frakció kiemelten foglalkozott azzal a kérdéssel, és összefüggés van a járvány sikeres kezelése, illetve a gazdaság újraindítása között. Ugye azzal, hogy az Európai Uniós országokhoz képest egy másfél hónappal korábban lehetett újraindítani az életet, ez azt is jelenti, hogy körülbelül 1%-os többletet jelent a növekedésben. Tehát amikor tervezzük azt, hogy a 22-es év elejére a válság előtti szintre visszatérjen a gazdasági növekedés 5% fölé, akkor ennek a plusz 1%-nak, amit ugye a korábbi újraindításnak köszönhetünk, az egy másfél hónappal korábbi újraindításnak óriási jelentősége van. Arról is tárgyaltunk, hogyha a válság előtti 5,1%-nál erőteljesebb, dinamikusabb lesz a gazdasági növekedés, amit egyébként a frakció vár, megalapozottan vár a kormánytól, akkor beszélhetünk majd olyan intézkedésekről, amelyeket már korábban a miniszterelnök úr is ismertetett, vagy említett, akkor lehet majd, tehát 5,5%-osnál magasabb gazdasági növekedés esetén beszélhetünk majd a munkát terhelő adók csökkentéséről, ami a gazdaság egészében egyébként bérnövekedéshez vezet. Akkor beszélhetünk majd, és tudjuk meghozni azt a döntést, hogy a 200 ezer forintra emelhessük a minimálbért, és 260 ezer forint fölé a diplomás minimálbért, illetve nyugdíjprémiumot kapnak idén a nyugdíjasok, kompenzáljuk őket a növekvő infláció miatt, és jövő februárjában pedig folytatjuk a 13. havi nyugdíj visszaépítését, de lesz családi adó visszatérítés is ez esetben. Februárban visszaadjuk a gyermekeket nevelő családoknak azt az adót, amit 2021-ben befizettek. A dolgozó fiatalok adóját eltöröljük, 25 év alattiak adóját, tehát az a pénz, amit megkerestek, egy az egyben náluk marad. És sem erre, egyébként sem erre, sem a családi adó visszatérítésre példa a világon nincsen. Illetve a fegyveresek is megkaphatják jövő év elején a 6 havi fizetésüknek megfelelő fegyverpénzüket. Tehát ezek azok az intézkedések, amelyeket 5,5%-os vagy annál nagyobb gazdasági növekedésnél meg tudunk hozni. Szeretném önöket tájékoztatni arról is, hogy a frakció értékelése, hozzászólásai, illetve álláspontja alapján ez egy teljesen reális célkitűzés. Ettől függetlenül nem hullik az ölébe a magyaroknak ez a teljesítmény, tehát meg kell érte dolgozni, de elérni ezt nem lehetetlen, és nem, hogy nem lehetetlen, hanem a válság előtti időszak teljesítményét, ha vissza tudjuk hozni, akkor kifejezetten reális célkitűzésnek tekintünk rá. Emellett szó volt arról is, hogy nyilvánvalóan egyetértési pontokat kell találnunk
járvány utáni időszakot illetően, és az egyetértési pontokat természetesen a magyarokkal kell ismét megtalálni, és ehhez van egy kiváló és már bevett eszköz, ez pedig a nemzeti konzultáció. Ezért indítunk nemzeti konzultációt. Ez a konzultáció a járvány utáni életről szól. Azt azért világosan látni kell, hogy a járvány előtti élet nem tér, vagy nem úgy tér már vissza, ahogy azt sokan várnák. Egy sokkal veszélyesebb élet, egy sokkal veszélyesebb világ vár a járvány utáni időszakban mindenkire, nem csak Magyarországra igaz ez, hanem az Európai Unió más országaira, de talán nem túlzás azt mondja az egész világra. Ugye a járványok kora, a népvándorlások kora következik, teljesen reális forgatókönyv szerint, és ebből pedig az következik, hogy egyre élesebb verseny, gazdasági típusú verseny lesz a beruházásokért, a munkahelyekért. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy az országot és a magyarokat minden létező gazdasági eszközzel meg kell erősíteni. Ha ezeket a veszélyeket el akarjuk kerülni, amelyeket említettem, és ha a munkahelyeket meg akarjuk őrizni, akkor ezeket a döntéseket, amelyeket az imént ismertettem, meg kell hozni. Abban hiszünk, hogy ha erős az ország, erősödik az emberek gazdasági helyzete is, vagyoni helyzete, pénzügyi helyzete, akkor ellenállóbbak tudunk lenni azokkal a kihívásokkal, amelyek reálisan a világra, így a magyarokra is várnak. Még egy-két dolgot szeretnék önöknek említeni. A frakció azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy a rászorultak számára tartsa fent a hitelmoratóriumot. A bankok szerint ki kellene, hogy vezessük a hitelmoratóriumot. Azt szeretnénk, ha a célban lenne egyetértés. Mi azt javasoljuk, hogy a rászorulók egy jó meghatározott csoport számára semmiképpen ne vezesse ki a kormány a hitelmoratóriumot, de mivel fontos kérdésről van szó, ezért a nemzeti konzultációnak ez is a része lesz. És igen, a sajtóhíreknek megfelelően beszéltünk a politika olyan vetületéről is, amely a bal oldalról szól, a politikai ellenfeleinkről szól. Valóban a frakció ülésen szóba került, hogy a járványokon és a gazdasági kihívásokon túl, illetve a népvándorlás korszaka mellett, vagy az abból adódó problémák mellett Magyarországon az is veszély, hogyha a múlt tér vissza. Tetszik, nem tetszik Gyurcsány Ferencnek, potenciális veszélyként tekintünk rá a magyarok szempontjából. Ismerjük a kormányzását, ismerjük a módszereit, ismerjük az eladósító, az adó emelő politikáját, ismerjük a nemzeti vagyont kiárusító politikáját, ismerjük az erőszakos hatalmához ragaszkodó politikáját, és hogy mondjam, mi, akik a közéletben élünk, dolgozunk, nem különlegességként tekintünk arra a tényre, hogy azt a csapatot, amelyik a politikai ellenfeleinket tömöríti, azt ő vezeti. Vannak mellette persze epizód szereplők, vannak fontosabbak, kevésbé fontosabbak, vannak viccesebbek és kevésbé viccesek, van főpolgármester úr is, aki minden küszöbben óra bukik, de ők mind epizód szereplők ahhoz képest, amit Gyurcsány Ferenc képvisel, és mindenután teljesen nyilvánvaló a parlament falai között, hogy ő osztja ott a lapokat, ő ad feladatot, és ő is von vissza embereket. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a jövő évi választás az arról is fog szólni, hogy Gyurcsány Ferenc és az általa képviselt megszorító és erőszakos, nyugodtan mondhatni, véres politika visszatér. Tehát igen, ilyen értelemben volt szó a választási felkészülésről is, tehát nem árt, ha definiáljuk a politikai ellenfeleinket és azt, hogy ki vezeti azt a csapatot.